Mert hogy súlyos helyzetben vagyunk. Aki a médiából próbálna tájékozódni erről a súlyos helyzetről, azt ki kell ábrándítsam, semmit nem tud erről a súlyos helyzetről. A média ugyanis azoknak a kezében van nagy rész, tisztelet annak a kevés kivételnek, aki mégis tudósít ezekről a sorskérdésekről, amiről beszélünk, akiknek nem érdeke, hogy az emberek szeme kinyíljon. A jövőnk pedig attól függ, hogy kinyílnak-e a szemek. Hogy ráébred-e a magyarság, hogy mi történik itt vele. Nem csak most, hanem évtizedek óta mi történik a magyarsággal. Hogy hogyan rabolták szét a nemzeti vagyonunkat, hogy onnan kezdjen. Már a német kormányánál indulhatunk. Hogyan hordták szét a spontán privatizációtól kezdve az elmúlt időszakban azok a nagyfiúk, akik ma gazdasági elitnek nevezik magukat. Nem a gazdasági zsenialitásuk révén jutottak oda, ahova jutottak, hanem a generációk során vérrel, verítékkel fölhalmozott nemzeti vagyonunk széthordásával, és most a közös kasszáinkat is ugyanígy rabolják, sőt további lehetőségeket követelnek saját maguknak. Azzal a közösséggel szemben, aki ezeket az értékeket megteremtette. Az apja, a dédapja, az ükapja megteremtette, az elődei, az ősei megteremtették. Nos, erről a súlyos helyzetről az a média természetesen nem tudósít, aki ennek a társaságnak a kezében van. A kenyéradó gazdái nem engedik meg. Egy teljes médiablokád van az egész ügy körül, tehát ezért mondom, köszönet azoknak, akik eljönnek a fórumokra, és maguk válnak médiumokká. Itt van a média. Talán jobb is, hogy lélektől lélekig tudunk beszélgetni. Ez egy más minőséggel hálózatépítésnek. Lehet itt mindenféle hálózatokat építeni, az igazi hálózat az emberek között épül, és ezzel nem számolnak. Tehát köszönöm nektek, köszönöm önöknek, hogy eljöttek, és viszik tovább ezt a hírcsokrot, amit szeretnék itt most önöknek bemutatni, és segítenek megvédeni azt a kárpát-medencei hazát, ahova valóban nagyon jó helyre jöttek az elődeink annak idején. Mert nem egyszerűen egy földtörvényről van itt szó, hanem egy olyan összefüggő rendszerről, egy egész csomagról, aminek katasztrofálisak lehetnek a következményei, azok úgy valósulnak meg, ahogy ez ma látszik. Egy olyan programba állapodtunk meg, elhoztam. Itt van miniszterelnök úrnak a kézírásos rájegyzés, amit akkor adtam oda neki felcsukat. Magamnak írtam össze, hogy mit is kéne tenni ezzel az országgal, hogy végre a vidéket alapráljon és városvidék újra összeépüljön. És a helyi gazdaság erősödjön, és a helyi közösség erősödjenek, és a családjaink erősödjenek, mert ezen múlik, hogy túléljük ezt a globalizációs folyamatot. Hogy fogjuk megtartani az erőforrásainkat, saját kézbe venni. Ezt pénteken odaadtam ezt a 15 oldalnyi vázlatot, és hétfőn hozta Szijjártó vissza azzal, hogy hát ez lesz a programunk. Nem a kortással állapodtam meg. Szeretném nagyon határozottan mondani. Tehát talán hihető, amikor azt mondom, hogy hittel hittem, hogy e felé az irány felé fogunk tartani. A kormányprogram ezt hirdette ki azután. A nemzeti vidékstratégia elhoztam magammal, amit tavaly a kormány egy kormányhatározattal, ugyan nem törvénnyel, mert azt gondoltuk, hogy ez a vidék alkotmánya lesz, be is írtuk, hogy a vidék alkotmánya lesz a vidékstratégia. Úgy szokták ezt mondani, hogy a nemzetek modernkori biztonsága az ma, itt a 21. században, nagyrészt nem attól függ, mint függött a 19. vagy 20. században. Egyre inkább attól függ, hogy kinek a kezében vannak azok az erőforrások, amelyekkel élelmezés és élelmiszerbiztonságot tud biztosítani a népe számára, amivel az ivóvízellátás biztonságát tudja garantálni a népe számára, amivel a környezetbiztonságot tudja garantálni, vagyis azok az erőforrások. És ezek között mindenek előtt a víz és a föld, ami meghatározza, hogy mi lesz ezzel a néppel. Hogy rendelkezni tud-e még az ügyei fölött, vagy teljes lesz a kiszolgáltatottság. Ez az igazi nemzetbiztonsági kérdés manapság, és ebben város és vidék közös sorsan osztozik, ahogy a vidéki térség európai kartája mondja. Ne higgy el városlakó se, és sokat beszélgetünk városokban is, hogyha a vidéke tönkre megy, ha kiengedi az erőforrásokat, azt a városlakó túléli. Nem fogja túlélni. Város és vidék közös sorson osztoznak. Régen úgy is mondtuk, hogy város és vidéke összetartozó egység. Nem véletlenül választották szét. Mert az a folyamat, ami itt zajlik, annak útjában vannak ezek a belső kapcsolatok a társadalomban. A helyi közösségek, a családok közti kapcsolatok is, és a város-vidék kapcsolatok is útban vannak.
Föl kell bontani a belső kohézióját a társadalomnak, hogy akadálytalan legyen az átgázolás az egész társadalmon, és kézbe lehessen venni az erőforrásait és megszerezni mindenét piacalival együtt. Úgy szokták mondani, és ezt talán egy kicsit hátralépve érdemes idehozni, hogy egyfajta modern kétpártiság alakult ki a világban, a nem pártpolitikai értelemben. Tehát nem arról beszélek, hogy egymást gyepálják a parlamentben, minthogyha az országban semmiféle probléma nem lenne, csak az egymás ügyeit figyelik állandóan, és kommunikálni akarnak. Nem erről beszélek. Egy olyan értelmű modern kétpártiságról van itt szó, ahol az egyik oldalon állnak a tőke érdekek, a nagy spekulás nagy tőke érdekei. Itt nincs nemzeti tőke, szeretném mindjárt jelezni. Ne reménykedjünk abba, hogyha nemzeti tőkére, mondjuk 15-20 magyar regionális multi, szokom még ezt a kifejezést, mert a miniszterelnök úrtól hallottam az évértékelőben, hogy a 15-20 magyar regionális multira fűzzük fel az életünket, hogy túléljük. Ott ugyanazok a profitérdekek mozognak. Nem mérlegel, hamarosan egy-két példát szeretnék hozni, hogy mi történik itt a magyar mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, és a többi, és a többi. Egyfajta hátországnak fogja föl, egy hátsó udvarnak, ami alapanyag termeléssel kiszolgálja az ő világ expanzióját. Erről szól a történet. Úgy valósulnak meg, hogy az állam a tőke oldalára áll. A közösségek állama áll a spekuláns nagy tőke oldalára. Akkor nagyon nagy baj. Mert a közösségek ezt épp azért hozták létre valamikor az államot, és azért tartják ma is fönn közpénzből, mert mi adjuk össze az állam fönntartásának a költségét, és azért adjuk össze, hogy olyan intézkedéseket hozzon, hogy gátolja meg a hontalan tőkének ezt a korlátlan mozgását. Hogy az értékeink megmaradjanak. Ezt a háborúban dezertálásnak hívják, és ott súlyos következményei vannak. Azt hiszem, hogy társadalom komolyan veszi magát, és ezt a helyzetet tapasztalja, nem maradhat tétlen. Vissza kell szerezze az államát, amit ő finanszíroz, ő hozott létre, és a saját közösségi érdekei mentén, a közjó mentén kell, hogy működjön. Ha azt tapasztalja, hogy nem így történik, vissza kell vegye az államát.